Az élőlények szerves anyagnyerésük alapján két nagy csoportba sorolhatók. Az egyikek lesznek ugye maga a növényvilág képviselői, vagyis az autotrof szervezetek. Itt a szerves anyagokat saját maguk fogják előállítani szervetlenből a fotoszintézis során. Vagyis a felvett széndioxidot vízből származó hidrogénnel szénhidrátokká fogják átalakítani. Ez azonban nem csak az a víz, a szén, a hidrogén és az oxigén felhasználását fogja jelenteni, hanem testük felépítéséhez sok más kémiai elemre is szükség van, és hát, hogy ezeket be tudják építeni szerves vegyületekbe. Tehát alapjáraton minden egyes heterotróf szervezetnek a táplálkozási forrása lesz az, amit a növények előállítanak, de hogy ezt hogyan is teszik meg, hát azt nézzük végig. Magát a tápanyag felvételt az előző órán már nagyban kifejtettem, de hát egy picit akkor ismételjük át, hogy ez akkor miről is fog szólni. Tehát alapjáraton az ásványi anyagokat a talajoldatból fogják felvenni. Ugye az, hogy mi a talajoldat, azt az előző órán már megbeszéltük. És hát maga a hajtásos növények, azok a gyökérből szöveti függelékével, vagyis ezekkel az úgynevezett gyökérszőrök segítségével fogják felvenni, ugye nyilván a felszívási zónában. De hogy ezt milyen fizikai módszerrel, hát ez nem lesz más, mint maga a diffúzió. Ugye a diffúziónak az a lényege, hogy a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely felé történő mozgást fog jelenteni. Tehát így fog gyakorlatilag magához a felszívási zónáig eljutni. Ezt elég egyszerűen el tudjátok képzelni, ugyanis hát nyilván felszívási zóna folyamatosan szívja fel ezeket az oldatokat, benne akár különböző oldott anyagokat, és ez folyamatosan el fog innen tűnni, vagyis itt csökkenni fog maga a koncentráció. Ezért lesz az, hogy a nagyobb helyekről pedig ide fog vándorolni, tehát mondhatni egy ilyen tökéletes utánpótlást fog biztosítani mindaddig, amíg van. Hát ez a víz és a benne lévő kisebb anyagokkal így is történik, de mi történik azokkal az ionokkal, amik kicsit nagyobbak, és hát tulajdonképpen nem tudnak bejutni ilyen módszerrel, hát ehhez sajnos energiát kell befektetni a növénynek, vagyis ilyen ioncsatornákat fog létrehozni, tehát ezek léteznek, és ezeket fogja megnyitni, és a különböző anyagokat bejuttatni. Na most mivel ez energiaigényes, így nyilván fog válogatni, tehát csak azt fogja felvenni, amire szüksége van, de ezek a nagyobb méretű ionok így akadály nélkül tudnak átjutni. És hát, hogyha ezek mind így bejutottak, akkor növény felhasználja, beépíti. Hát igen, nem, de mégis milyen anyagok lesznek. Mondhatni, rengeteg változatossága van, mi most csak hármat emelünk ki. Ezek az egyike, ami nagyon fontos, a nitrogén, ugye itt a szerves vegyületekbe fog beépülni. Hát ez az élőlények számára a fehérje szintézis miatt lesz nélkülözhetetlen, és hát a növényevő állatoknak a nitrogén ellátását fogja így biztosítani, de hát így nyilván a ragadozókét is, mert az pedig hát a növényevő állatokat fogja fogyasztani, és többek között nyilván a miénket is. Na most itt az elsődleges forrás az maga a talajnak a nitrátion tartalma, tehát nyilván ahogy felveszi, úgy át fogja alakítani, és átalakulva fog beépülni. De itt fontos szerepe van a nitrifikáló baktériumoknak is, ugye bár erről már tanultatok a baktériumoknál. Na most a másik ilyen anyagunk a foszfor, ezt szintén a talajoldatból fogja felvenni, itt foszfátion formájában, és hát át fogja alakítani foszfor tartalmú szerves vegyületekké, és így fog beépülni. Ez a növényekben a legnagyobb mennyiségben előforduló kation lesz ez a foszfor. A kálium szerény véleményem szerint az egyik legfontosabb, mert ugye ennek a segítségével tudja majd a vízfelvételt biztosítani a talajból, hogyha ez elég magas koncentrációban van, és hát a növény ezt képes felhalmozni a sejtjeiben. De ugye hát ezeknek, hogyha valamelyike hiány, vagy hát nyilván még a többi másikra is szükség van, tehát hogyha valamelyik hiányként jelenik meg, akkor ez a növénynek egy fejlődési rendellenességét fogja jelenteni. Volt egy német vegyész, Justus von Liebig, vagy Liebig, kísérletezett, hogy milyen ionok szükségesek a növények számára, ezt neveztük vízkulturális kísérletnek. Itt üvegedényekbe különböző összetételű oldatokat készített, itt fontos, hogy nem volt talaj, de a vízbe beletett mindenféle olyan anyagot, amire szükség van.
volt egy kontrollanyag, tehát volt egy kontrollnövény, hogy ha minden olyan, amire szükség van, benne van ebbe az oldatban, akkor hogy fejlődik, és hát azt vette észre, hogy ha valamelyik nem volt jelen, akkor bizony valamilyen módon sérült a növénynek a növekedése. Tehát ezzel lehetett igazolni, hogy tulajdonképpen mennyire szükség van a növényeknek a fejlődéséhez, ezekhez az anyagokhoz. Tehát valamelyik az biztosan hátrányát fogja jelenteni. Ugyanakkor Liebig észrevett egy nagyon fontos dolgot, ezt nevezzük Liebig-féle minimum törvénynek. Ő azt mondta, hogy hát a növények a talajban lévő ásványi anyagot mindig a legkisebb mennyiségben jelenlévő anyag arányában képesek hasznosítani. Tehát nem tud többet felvenni semmilyen a másik anyagból, hogyha valamelyik hiányzik. Tehát ez egy nagyon fontos észrevétel volt. A kísérlet egyébként otthon is elvégezhető, hogyha mondjuk van valami olyan növény, amit gyorsan tudsz szaporítani, ugye desztillált vízhez kellene hozzáadni különböző ionokat, hát szerintem ilyen anyagokat lehet mezőgazdasági boltokban venni, de hát ezért nem szükséges, tehát nem kötelező, de egyébként egy nagyon érdekes kísérlet lehet belőle. Na most, hát ugye a probléma az az, hogy a tápanyagokat a termesztett növények azok el fogják venni, és hát ez általában a tápanyagpótlás az hát azokat a növényeknek szükséges, amiket például mi is termesztünk akár itthon. Ugyanis a termés, illetve a növénynek a rendszeres eltávolítása miatt alakul ki ez a tápanyag hiány. Ugyanis ha ez mind megvan, akkor gyakorlatilag a növény ugye, ahogy elhullasztja, visszakerül a talajba, tehát újra fogja tudni hasznosítani. És hát nézzük meg, hogy hogyan tudjuk pótolni ezeket. Hát az egyik típus, ez a szerves trányázás, ez lehet emberi vagy éppenséggel állati trágya, tehát itt most éppen, ha jól látom, ezt nyilván állati trágyázásról van szó. Ugye szántáskor szokták berakni ősszel, és akkor tulajdonképpen tavasszal lehet rá vetni. És akkor hát van egy másik típus, ez az úgynevezett zöld trágyázás, ilyenkor hát általában ezt pillangós virágú növényekkel fogják csinálni. Itt a területet bevetik egy nyári növény magjával, és amikor elkezd fejlődni, akkor beszántják, és akkor hát nyilván utána ezt fel fogják tudni használni. Hát ugye a pillangós virágú növények nitrogén forrást fogják biztosítani, tehát ők az egyik legjobb példa rá. Aztán van ez az úgynevezett komposztálás, ami mostanában elég nagy divat is lett. Itt a növényi hulladékot fogják betenni egy komposztáló ládába, ezt le fogják zárni, befedik talajjal, és így az anyagok bekerülnek majd a földbe, és ha már a gyommagvak is lebomlottak, akkor fogják berakni, ez kb. 3-4 év egy ilyen komposztálás. Hát itt megvannak a különböző rétegek, hát én most egy ilyet találtam az interneten, nyilván van több ezer is, tehát van, ahol nem csak növényi részeket raknak bele, hanem konyhai hulladékot, vagy éppenséggel különböző vázanyagokat, leveleket. A leveleknél azért nem mindig, nem minden, tehát a diófa levele például mérgező, tehát ezt a komposztálásban nem szokás belerakni. Aztán van egy másik módszer, ez az úgynevezett műtrágyázás, ezt mesterségesen fogják pótolni, ez ha csak egy bizonyos anyag hiányzik magából a talajból, ezt nyilván talajvizsgálatok segítségével tudják eldönteni. Hát pétisót használnak nitrogéntartalom pótlására, szuperfoszfátot foszfortartalmúra, vagy káliumtartalom a káliumsót. Ezek kis mennyiségben lévő anyagot növelik, tehát így fogják segíteni a többinek a felvételét, hogyha ezt pótolják vele. És hát ennyi.